Kegyelem énünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, keresztelőre készülve énekeljük a 412. dicséretünk második versét. 412. dicséretünk második versét énekeljük. Nem értem még a föld színén, de értem megszülettél. És kérem, hogy az ének alatt a szülők elszülők fáradjanak ez. Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Isten és a gyülekezet nevében köszöntünk benneteket, akik elhoztátok gyermeketeket, hogy őket szent keresztség által ő is befogadtassék Isten szövetségé, az a szent egyházra. Veletek együtt köszönjük meg Istennek egy gyermek életét, az édesanyja megőrzött és megtartott életében együtt. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom mennyei és földön, elmentvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítvány őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néknek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ezekben az ünnepi percekben szól Isten igéje, míg hozzánk a Hósás könyve 11. fejezetének a 4. verséből. Emberi kötelekkel vontam őket a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcán az emberi gyermekét. Jóságosan enni adtam neki. Ámen. Foglaljunk el helyet. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves ünneplő család, olyan szép a magyar nyelv. Olyan szép egy-egy kifejezésünk, ami mögött annyi mély tartalom és üzenet lejlik. Ilyen talán a kötelékek szavunk is. Családi kötelékeink szoktuk mondani, és ebben a szóban ott van a kötél, egy olyan dolog, ami összeköt, amely egybe tart, amely erős, amely nehezen szakad el. Kedves ünneplő család, örülök, hogy megismertelek titeket, és ez nem most kezdődött, hanem már évekkel ezelőtt. Volt, amikor szomorú volt, amikor rögtön egy percekben találkoztunk, de bármilyen után fogva is találkoztunk, egy valamit megéreztem a veletek való beszélgetés során, hogy számátokra fontosabb a kötelékek. Ahogyan ezt látjuk is, a család köteléke. Azok, akiket szerettek, akik fontosak nektek, azokhoz ragaszkodtok, rájuk számíthattok az örömökben és a bánatban egyaránt. A család, ami egy igazi kötelék, amely megtart az élet minden helyzetében, és amivel kapaszkodni kell minden percen. Számunkra fontos a kötelék, és most Isten igéje egy másik fajta köteléket, másik fajta kötelet adok az etekben. Hósás prófétán keresztül Isten azt mondta, a sokat próbálni szenvedett népének, hogy figyeljetek csak a múltra a történelemre,
Én a szeretet kötelékével vontalak titeket magamhoz, úgy támogattalak, meg erősítettelek, és elmiattam, mint ahogyan a gyermekét magához öleli az édesanyja. A szeretet kötelékével. Ez jelent meg Jézus Krisztusban a mi számunkra. A szeretet köteléke, akivel Isten magához vonz bennünket, és benne nem csak testünket, hanem lelkünket táplálja az örök életet. Amikor gyermeketeket megkeresztelj, nyugodtan menjen oda, persze, mama minden, egy kötelék, ugye? Mama az igazi szeretet a teljes kötelék, nyugodtan gyermek, mama, azt mit van az őről, és nyugodtan nyugodtan nyugodtan, odaállni, persze. És úgy, ahogyan Krisztusban eljött az Isten szeretet köteléke, ebben hív most bennünket Isten. A keresztségben ez mutatkozik meg. Isten ad bennünk egy kötelet. Egy kötelet, amely segítségére magasra tudunk jutni. Mint amikor a kötélmászó felmászik és egészen magasra juthat, Jézus Krisztus egy olyan kötél, aki által kijuthat az ember a mélységből, élete nehézségeiből, próbáiból, és feljuthat. Nem csak a felszínre, hanem oda a mennyei magasságba. Egy kötél, ami megtart, mint egy biztonsági kötél, a világ remeg. A világ ide-oda dobálja Európát, az országokat, a nemzeteket, és benne a mi életünket. Van-e olyan kötelékre, ami meg tud tartani? Jézus Krisztus, a szeretet kötele ilyen. Megtart bennünket reménységben, boldogságban, üdvösségben, az örök életre. Kedves testvérek, olyan időszakot élünk, amikor a kötelékünk nagyon fontosak. Hitvestársi kötelék, család, szülőink, baráti kötelék, nemzeti kötelék, hova tartozom, ki vagyok én valójában. És fogadunk el azt a kötelet, amit Jézus Krisztusban ad számunkra, az Isten a szeretet kötelét, az örökké, hűségesen szerető Isten kötelékét, amit most gyermekeknek kicsodálhatok. Lehet, hogy jelképesen oda kötitek az ő derekára, hogy bármi jöjjön az életben, tudja azt, hogy nem csak rátok számíthat a családi kötelékeire, hanem arra a szeretet kötelékre is, ami Krisztusban eljött, ami megtart, amely óv, amely biztonságot ad. Neked ott van a derekadom, ez a kötél. Figyelsz rá, ha igen, biztonságban vagy. Nem megyünk erre gyermekünket, növekedjünk ebben, erősödjünk ebben. Emberi kötelemtel mondtam őket, a szeretet kötelékével. Engedd, hogy ez most átfonjon téged, Isten szeretete magához öleljen. Megtartson biztonságban, szeretetben, és Jézus Krisztus vére érdeményét bűnösségben. Így tartson meg tényleg az Isten továbbra is ebben a szerető családi kötelékekben, és legyen meg ez a mennyei kötelékes ő felé, a szerető Isten felé. Ámen. Kedves gyülekezet, kedves ünneplő család, valljuk meg a hitünket, és vonjuk el fennhangon fennállva az apostoli proklamációt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jogján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek is szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hívben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre.
akarjátok el, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében, a keresztény Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten állj meg szentelhatározásokat. Ígérjétek el, fogadjátok el, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tesz vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéből a gyülekezet előtt. Ha igen, feljöttek, ígérjük és fogadjuk, ígérjük és fogadjuk. Isten nagyon testi lelki előtt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait jelezem, ígérjük el ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok. Szülőnek keresztül minden segítséget magadtok ahhoz, hogy ők hívben neveljük. Ha igen, mondjátok, ígérjük, ígérjük. Isten alapjának ígérjük, hogy van segítéséhez. Most pedig imádkozzunk. Mennyi éves atyám, hálát adni neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt a gyermekért, akit nekünk ajándékoztál. Kérjük, hogy őrizd meg a gyermeket testi lelki hűségben. Adj testi lelki erőt a szülőknek és a gyermek szeretteinek ahhoz, hogy őt felnevelhessék. Légy áldott az Anya Szent Egyházért, Krisztus testéért, amelynek a tagjait mind a mai napon is szaporítottak. Jöjj el Szentlélek, Isten, légy velünk minden napon. Mi a keresztelveként téged, az Atyán, Fiúban, és a Szentlélek. A mindenható Isten cselekedjen, hogy továbbra is növekedjél testben, lélekben, hídben, szeretetben, családod, önmélek, magyar népünk használva, és az Úristen dicsőség. Az Úristen kegyelme legyen, mint végig. Szeretettel mutatom be a gyülekezetnek, hát ezeket a fél. Hát azt mondja egy kicsit, most fel, a másik szokott mindegy. Szeretettel mutatom be a gyülekezetnek Krók Mirát, Gerlik és Alkos Brigitta gyermeke. Isten áldása legyen az életedet. Így még most minden új, a tesórunk már úgy ismerkedett benne, ugye a gyerek éppen. Remélem, hogy minél többet leszel majd itt, és otthonodá válik ez a templom, ez a gyülekezet, és átérzed, hogy milyen jó, ha az Isten szeretet kötéléke véd téged az élet minden helyzetben. Tartson meg a jó Atya titeket erőben, egészségben, szeretetekkel együtt. Énekeljük fennállva és köszöntve őket a 134. Zsoltár harmadik versét. Megálltunk téged az Isten. Yeah.
Mi segítségünk is Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése, Istentől jöjjön, ki teremtett, fenntart és bölcsönül az hat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, miképpen szól hozzánk Isten igénye, ahogy így szakaszunkban. Úgy, hogy írva található Máté Evangélium a 14. fejezetéből, 14. fejezet 13. versétől 21. versét. Míg a megnemzett helyről Isten igényt felolvasom, azt helyünket elfoglalva, időt szívem, hallgassuk meg. Máté Evangélium a 14. fejezetéből, a 13. verstől így szól hozzánk Isten igényét. Amikor meghallotta ezt, Jézus eltávozott onnan, hajón egy adatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokasággal, követte őt városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokasságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és ezt mondták. Plakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokasságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta, nem kell elmenni, ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak. Nincs itt egyedünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok nekem ide azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta. A tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat, 12 teleposával. Aki pedig evett, mindegy 5000 férfi volt, az asszonyokat is a gyermekeket nem számítva. Ámen. Isten áldása legyen az ő igénynek, hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Ezért kérjük, hogy nálam örökkévaló Istenünk, hálás az a szívünk azért, hogy eljöhettünk a te házadba. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy emlékezhetünk országunk alapításáról, őseinkre. Emlékezhetünk és hálát adhatunk az új kenyérért. Köszönjük, Urunk, hogy mindez a te gondoskodásodnak a jele. A te gondviselő szeretetednek a jele az, hogy otthont adtál nekünk, és azóta is fenntartod nemzetünket. És a te gondoskodásodnak a jele, Urunk, az, hogy most is új kenyér kerülhet az asztalunkra. Köszönjük, hogy ebben a forró időszakban is megáldottad földjeinket, húzza, liszt kerülhet, malmolva, magtárolva, és a mi asztalunkra pedig kenyére. Urunk, add, hogy ne vegyük természetesnek sohasem azt, amink van, ami az asztalunkon van, ami a kamrákban van, ami a családunkban van. Tudjunk mindenkor megállni és hálát adni, köszönetet mondani neked, mert tőled jön minden jó és tökéletes ajándék. Ajándék a hitvestáns, ajándék az életéből ez a mai nap, amit kaphattunk. Ajándék a munka, a család, a pihenés. Urunk, ajándék a mi szeretteink is, azok is, akik már elmentek a minden élő útján. Így állhatunk meg ezen a héten rovatal mellett, és hallhattuk meg. Te adtad, te vetted el, áldott legyen a te nagy neved érte. Megköszönjük Nagyen Ferencnek is született Ráci Irén asszony testvérének az életét, 88 esztendőt élete. Ravadal mellett te erősítettél és vigasztaltál bennünket, te, aki az igazi mászlór vagy. És ugyancsak Ravadal mellé hívtál másnak bennünket, amikor Csotkó Ferenc testvérünktől vettünk búcsút, megköszönve a 67 esztendőt, amelyet itt élhetett, mi ajándéképpen élhettük meg az ő jelenlétét, az ő életét, és szóltál akkor is hozzánk, hogy ne csak szemmel lássunk, hanem szívvel, hívő szívvel, mert hibben járunk, nem látásban. Örökké valóban ajándékunk az ő életük, ahogyan itt éltek közöttünk, ajándék a mi életünk is, ahogy ezzel bölcsön bánunk.
ölelj magad az a gyászoló, emlékezünk családtagokat, vigasztalj és erősíts mindannyiunkat, adj boldogságot, erőt, kinek-kinek mire van szüksége ezen az Isten tiszteleten. Neked megvan rá az eszközöd, a te igéd, a te szabad, a te szent lelked, az úrvacsorai közösség. Engedd ebben megélnünk, hogy az ég a földdel találkozik, hogy mi találkozunk a mennyei Istenünkben, Krisztusban. Kérünk, légy itt közöttünk, áldunk, szenteld Isten tiszteletünket, hallgass meg imádságunkat, ígéreted szerint. Ámen. Az ige meghallgatásáról készülve a 65. Zsoltár 3. versét énekeljük, javaival te házadunk körülményeket. Szívünket. Ezért olvasom az ő igéjét és lelke segítségül hívásával. Hírni kívánom az ő üzenetét, nagyon hívva található felolvasott igében, Máté evangélium 14. fejezetében, 14. fejezet 18. versében. Ő pedig ezt mondta, hozzáadta nekem ide azokat. Ámen. Okay. Mit ér az elmélet gyakorlat nélkül? Mit ér egy olyan orvos, aki elvégzi talán a legnagyobb egyetemeket, de még soha nem látott élőben vért, embert, emberi szerveket? Mit ér egy olyan autószerelő, amely nagyon jól ismeri egy motornak a működését, de sose éreztél még az olajat, az új vegyeim, nem csavart még egy csavart sem el, nem látta még élőben a motort és annak alkatrészeit? Mit ér az elmélet, ha csak elmélet, de nincs hozzá gyakorlat? A kereszténység és Isten ígéretei nem csupán elmélet, hanem gyakorlatban is megvalósuló dolog. Néhány fejezettel korábban Máté evangéliumában, a hegyi beszédben Jézus elmagyarázza a bátorító tanítását az őt hallgató sorosának, amikor rájuk néz és látja, hogy mi bántja őket. Mert évszázadok, évezredek alatt az ember nem változott. Ha ránk néz, ma is sokakban ezt látja, kérdésként, aggodalomként. Miből fogok megélni? Hogy lesz? Elég lesz? Jut mindenre? És Jézus ránézett a sokaságra, és akkor is azt látta, és ezért mondta a hallgatóinak, ne aggodalmoskodjatok a holnap felől. Ne aggódjatok, keressétek először az Isten országát, és majd ráadásul minden megadatik, amire szükségetek van, ami miatt most aggódtok, amire vártok. Csak keressétek először az Isten országát, és a többi majd megadatik, majd megkapjátok. Ez az elmélet. Vagy hogy néz ez ki a gyakorlatban? Keressétek először az Isten országát. Mintha a mai igében valósulna meg ez a gyakorlatban, amit Jézus akkor elméletként tárt a hallgatóság elé. Azt olvassuk, hogy Jézus elmegy arról a helyről, ahol tanította az embereket, hajóra száll, elmegy egy lakatlan helyre egyedül,
És mit csinál a tömeg? Észreveszi, hogy nincs úgy, Jézus utána megy, keresik őt, de ők már gyalog mennek utána. Azért az emeletet egyszerű, gyalog Jézus megkeresni, mikor ő hajóban megy. A parton kereste, hol lehet, melyik városba ment. Ez csak néhány versben van megfogalmazva, hogy micsoda előfeszítés, micsoda munka lehetett az, hogy utána menjenek Jézusnak. Valóban keressék Jézust, mert Jézuson keresztül Isten országában akartak találkozni. Azzal az országgal, azzal a lelki uralommal, melyben gyógyulásuk lesz, üdvösségük lesz, megerősödésük lesz. Jézus után mennek, Jézust keresik. De mennyi igyekezett, mennyi előfeszítés van előtte. Nem foglalkoznak azzal lesz-e, mint ennénk. Nem foglalkoznak azzal, mint a katonák, talán annyira távolságra megyünk, hogy az utánpótlás meglegyen, hogy elérjük a legközelebbi városra, éhesek vagyunk, nem. Csak egyszerűen mennek Jézus után. Mindent felülír az a vágy, hogy őt hallják és hallgassák. Jézus után menni, Jézus keresni, Isten országát keresni. Te is ilyen nagy igyekezettel és erőfeszítéssel keresed ezt a láthatatlan valóságot, magát Jézus. Hogy felülírják anyagi szükségleteit, testi szükségleteit, mert azt mondod, nem érek rá most dolgokban, meg az ebédnek is ki kell főni, meg oly sok minden mást tudunk felsorolni. Ezek az emberek mindenféle teszek és keresik Jézust, gyalog elindulnak, hosszú utat tesznek meg, mert Jézussal és benne Isten országnál akarnak találkozni. Micsoda akarod? Micsoda vállalkozás? Keresd az Isten országát. Keresd nap, mint nap, keresd vasárnap, keresd hétköznap, keresd Jézust. És amikor odaérünk Jézushoz, azt olvasjuk, hogy elkezded hallgatni őt. De mindig legjobben tesz. Úgy hallgatják Jézus, hogy észre se veszünk, hogy kezd lemenni a nap. A gyomruk meg elkezd már korogni, de még erre sem figyelnek oda. Teljesen elmélyülnek abban, hogy az Isten fiát hallgathatják. Te miben mélyültél már ennyire, hogy úgy röpülsz őt? Talán elmélyültél egy kedves beszélgetésben, régen látott szeretteddel. Elmélyültél talán a hobbitban, mikor barkácsoltál, és észre vetted, elröpült az idő, mert magával szippantott. Mert nem csak a jó dolgok tudnak bennünket így beszippantani. Hányszor beszippant bennünket, valami rossz is gyerekeknél látja az ember. Kezéből veszi a telefont, vagy valamit, elkezd játszani. Szólhat az ember, csak teljesen minden figyelme, minden energiája ráfeszül. Az ember be tudja szippantani nem csak a jó, de a rossz dolog is. Krisztust úgy hallgatni, úgy figyelni, úgy olvasni, hogy minden mást kizár az ember. Minden más zajt, minden más hangot, csak ő rá figyelni. Mert benne egy más világ, a mennyek országban élik meg előttünk. És még a gyomor korgásra sem hallgatni. Pedig a gyomor korgás az erős hang tud lenni. Tudom a miénken is, de én is szeretem marsamat. Ha korog a gyomorom, már, akkor beszélhet nekem akárki a krámkodom. A gondolatom már nem ott van, nem ott, hogy most csípős megy maradást, vagy nem. Vajon már elkezdted is lehet, és azt mondja, hogy nem tudok, vagy nem. A korog az ember gyomorom, magával tud ragadni, hogy magyarok szeretjük a hasunkat, de vajon szeretjük a lelkünket is, mert a lelkünk is korog. Melyiknek erősebb a hangja, a lelked korgása, vagy a gyomrod korgása? Engedd, mert ugye a lelkednek is szüksége van. Szüksége van talán szeretetre, békére, megnyugvásra, reménységre, a korgó lélekre, Jézus szava az igazi táplálék. Minden a testi szükségleteink, testi vágyunk. Azért mindent feláldozunk, hogy van egy másik szükséglet is, ami felülírja ezt. Ez pedig a lelkünk korgása. Támlál a lelkedet is.
fordulj Krisztus felé, engedd, hogy szóljon hozzánk, és merülj el az ő igényében, és menj utána. Ha valamit nem értesz, orvos utána a Bibliában, orvos utána igen magyarázatokban, igen hirdetésedben, menj utána Jézusnak, és merülj el az ő szavában. Minden más kizárva, minden más felülírva. Na, de hát előbb-utóbb csak megfordul az ember egy óra. És ezt olvasok az igében is, hogy kezd lemenni a nap. És az emberek még mindig hallgatnák Jézust, mert annyira elmerülnek benne, de már a tanítványok mennek oda Jézus, hogy Jézus, te küld el őket. Te küld el őket, hogy ők is menjenek és egyenek, mert éhesek. És nincs itt a közelben táplálék, küld el őket, Urunk. Mert itt csak 5 kenyér és 2 hal van. És hát ez kevés. Ez nem elég. Ezt lehetetlen megcsinálni, hogy ennyiből jól lakassunk ennyi embert. Ez lehetetlen. Ez kevés. Ezt nem lehet megcsinálni. Mondtad már ezt? Hallottad már ezt? Mire mondtad ezt legutóbb? Hogy ez kevés, hogy ez nem elég, hogy ennyiből nem fogja futni. Talán az idődre, talán az erődre, talán a pénzedre, talán a kenyeredre. Mi az, amit úgy érzel most, hogy nem elég? Nem elég a jövő héthez, nem elég a mai naphoz, nem elég ahhoz a kereszthez, amit Istentől kaptam, nem elég a betegségemhez való küzdelemhez, nem elég a családi bajomnak a kiborzolásához, nem elég. Mi az, amire azt mondod, hogy ez kevés, ennyiből nem fogja futni? Azt mondják, a tanítványok is Jézusra néz a tanástanul. Ennyi ember nem tudunk jól lakadni 5 kenyérrel és 2 hallal. Ez kevés, ez lehetetlen. És Jézus ekkor kimondja a kulcsmondatot. Azt a mondatot, amit a te szívedre is akkor ezen a vasárnapon helyezni. Azt mondja Jézus az emberek, hozzátok ide nekem. Ez az 5 kenyér és 2 hal. Hozzátok ide nekem. Tegyétek az én kezembe. Amit a te kezedben tartod, az kevés. És talán nem elég csak a mai napban. De tedd oda Jézus kezébe. Vidd oda neki. Aki év volt, más evangélium beszámolnak, hogy egy gyermekév volt ez az 5 kenyér és a 2 hal. Ő megtehette volna azt, hogy gyermeki vakmerőséggel és bátorsággal megeszi. Nem fogja odaadni felnőtteket. Amikor megkérdezik a tanítványt, hogy vannak itt valakinek enni valója, akkor azt mondja ez a gyerek, hogy nincsen, és úgy gyomba megy eszi. De nem így tette. Odaadta Jézus kezébe. Odaadta. És hitte, hogy valami történni fog. Az a gyerek nem tudta, mi fog történni. De a tanítványok jöttek Jézus, azt üzeni, adj oda, én uradom. Csak nem eszi meg Jézus egyedül. Odaadja Jézusnak, és csoda történik. Jézus megállt a áldás szájára. És a kevés nem, hogy elég lesz, hanem egy sok lesz, bőséges lesz. Kedves testvérem, mi az, ami kevés most az életedben? Türelem, pénz, szeretet, reménység, erő, energia, egészség. Vigy oda neki. Ne tartsd meg magadban, majd én elosztom, majd én megoldom, majd én megcsinálom. Magadnál tartod, lehet. Lehet, tart egy darabig. De meddig, és másoknak nem fog belőle jutni. Hozz ide nekem, mondja Jézus határozottan. Nekem, add ide a kezemben. Tedd oda le, és ha odaadod, akkor áldásszál rá. És amire Isten rász, áldásra rászál, az bőséges lesz, az elég lesz. Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy hűségben éljetek. A mai világban az embereknek sok minden van. Sok. A dédszülőket megkérdezni, hát ők fel sem fogják, hogy csak a bőségben él a mai embernek. Ők a háború idején, a nehézségek, a próbák idején mennyi kicsiből tudtak megélni.
Mi nekünk meg mennyi sok van, mégsem elég, mégsem vagyunk boldogok, mert van, de talán mégsem az a fajta bőségünk, amiről Jézus beszél. Hogy sok mindenünk van, de arra nem kérjük az áldást. Talán sokan megmosolódják, miért kell egy lelkész odaálljon egy kormányoknak megnyitásához. Miért kell, hogy egy lelkész odaálljon egy új kenyér, vagy egy új bor megáldását? Csak azért, hogy a múzeumnak több programja legyen, ez is kibogni párba, ez is egy látványosság. Nem. Hanem mi még keresztény magyarok elhisszük, hogy ami Isten áldása van, ott bőség lesz, a boldogság lesz, ott béke lesz, áldás lesz, ott minden meg lesz. A bőség nem azt jelenti, hogy mindenben meg is van. A bőség azt jelenti, hogy ott bent van minden, elég, ami van, az elég. És úgy érzem, igazán is tudok belőle. Jézus nélkül is lehet jól élni. De az igazi boldogság, a vége, bősége csak lelélhető át. Ő megáldja, és a kevésből elég lesz. És ígyben ki tudjuk mondani, hogy ez elég, sőt, hogy majd nincs tudom belőle. Adod, amiből a kevés van. Gondold át, és Isten áldását kérd rá, és vidd el kezében megsokosodni. És ne csak azt adod a kezébe, amiből a kevés van neked, hanem adod az kezébe azt is, amiből sok van, de szeretnél tőle megszabadulni. Add az ő kezébe mindenket. Add az ő kezébe félelmeidet. Add az ő kezébe aggodalmaidat, sértettségedet, büszkeségedet, önteltségedet. Tehát az a kéz, ami áldásodott az öt kenyér és a két hal és megsokosította, az a kéz ott a kereszten, a sok bűnt elvette, és milliárdnyi embernek hozott örökbűnösséget, mennyországot, bűnbocsánatot. Így lesz öt kenyérből és két halból 12 telekosságú maradék. Hát a matematikai csődöt van. Hát akárhogy osztogatnám azt az öt kenyeret és két halat, amit csinálni, nem tudnék belőle 12 telekosságú maradékot is. Az ember elme számára ez felfoghatatlan. Ugyanúgy olyan felfoghatatlan, és a matematika számára csődött volt, hogy a kereszten nem egy kenyér töretett meg, hanem Isten fiának a teste, és milliárdnyi ember életét mentette meg, minden emberét. Egy halál minden életét megmentette. És egy feltámadás minden életét majd feltámasztja. A matematika újra csődött. Mert ez a történet nem a matek tanároknak csupán íródott, hanem azoknak, akik hiszik, hogy Isten a matek felett is áll, a világ felett, a világ törvényei felett. Csak vidd oda az ő kezébe. Azt, amiből sokat szeretnél, és azt is, amiből kevesebbet. Ő kérjen a áldást, és megtörténik a csoda. És megvalósul az, ami az elméletben működött, és lána gyakorlatban is, a keresetek először mindenek felett, mindenek előtt Isten országán, akkor ráválásnak minden megadatik. Ezeknek az embereknek Krisztus volt az első. Nem foglalkoztak vele, mit tesznek, milyen távolra szakadnak a legközelebb a végségtől. Azt nézték Jézussal legyenek, és ráválásnak, csoda történt, megadottak, nem volt, kenyér és hal bőséggel. Bízd magadat a mennyei elméletre, és meglátod, hogy gyakorlatban megvalósul. Bízd rá a kezére, életedet, mindenedet, és áldás számára csodát történnek benned, életedben. Így legyen. Amen. Isten megszólító szavára válaszolva 756. dicséretünk, 4. versét énekeljük, 756. dicséretünk, 4. versét, áldássá lesz az átok. És megkérem Lucika nénit, hogy itt a másik ajtók Isten sokan, akik kicsit járjon már a levegőt.
örökkévaló te látod, hogy mire borogani lehetünk a mi életünk. Lehet, hogy pont fizikai kenyére, de lehet, hogy éppen egy jó barátságra, egy hűséges társra, egy jó munkára, talán szeretetre, békességre, reménységre, vigasztalódásra, sikerekre. Örökkévaló Úrunk, köszönjük, hogy Te nem küldöd el a boldog életünket, hanem azt mondod, hogy maradjunk itt veled. Mert ott nálad, mert nálad csodák történnek. Tegyük a Te kezedbe azt, ami sok és ami kevés, és Te megsokasítod, hogy egyet megnyit kintod az életünkben. Így viszünk elég örömünket, bánatunkat, erőnket, tagadásainkat, boldogságunkat vagy éppen könnyeinket. Így visszük elég betegeinket, szeretteinket, a kórházból hazatérteket vagy kórházban levőket. Ölel magadhoz a gyászolókat, a vigasztalásra szólókat, gyermekeinket, unokáinkat. Áld meg, Urunk, magyar népünket, nemzetünket, államalapítás előttáll, ünnepe előttállva. Hálát adunk őseinkért, és kérjük, adj népünk, nemzetünk, mindenkori vezetőinek hitet, bölcsességet, hogy a magyarság ne csak nevében legyen keresztény, hanem valóban egy megértett valóság legyen, hogy hozzánk tartozunk, és Krisztus a jövő, őt követjük. Kérjük, Urunk, áld meg településünket, annak vezetőit, adj békét a háborús utotta országokban élőknek, és kérjük, hogy adj bölcsességet a nemzetek vezetőinek, hogy ne áldozzák oda ezt a világot, hatalomért, pénzért, nem csendesedjenek a fegyverek, és legyünk testvérei egymásnak. Köszönjük, hogy rábízhatjuk országunkat, jövőnket, mindennapi kenyerünket. Oda tesszük szent kezedbe mindazt, ami van, sokasítsd, ami kell, ritkítsd, ami kell, hogy bőségben, hogy igazi boldogságban éljünk. Hallgass meg imádságunkat, Te, aki itt vagy, mint tájékozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne védjünk a kísértőt, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Isten kegyelméből megkerüljük az Úr szent asztalát, készüljünk el a királyi vendégségnek. Helyünket elfoglalva 363 kísérletünk el, különösen énekeljünk, hallottuk Jézus, vigyétek!
Istenünk, szent lelke, szállj el miénk, és vezess el minket szent ígédésen, amit tudod által, a Jézus Krisztussal való közösségünk. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mi módon szerezte Jézus Krisztus az új szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elindulja ezt Pál apostol korintusi gyülekezethez írt első levele, 11. fejezetében a 23. versben kezdődően. Én az Úrtól váltanul is át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, mely elállított, vette a kenyeret, hálát adva, megtörte és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti értetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én nem végezetemben. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak és ezt mondta. E poháron az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszálltok az én nem végezetemben. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és iszálltok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdetés annak jó téteményét kínálja számunkra, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban nekiben. Urunk, hozzád emeljük a lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, Atyánk, mindenható örökké való Isten. Téged magasztalunk, menj és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtette, aki szereteteddel és hatalmaddal mindenket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged. És mondjuk szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten, áldott, aki jön az Úrnak nevében, Hozsánna magasságban. Most pedig magunkat megalázunk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Keresztelés alkalmával megvallottuk a mi hitünket, elmondtuk az apostoli hitvallást, így most már bűnbánat tartásunk és hitvallás kételünk után a szent jegyek vétel előtt a következő kérdésekre válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örökösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és hallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora a Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és hallom. Ígérjük-e, hogy hálából odaszálljátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatú. Ígérjük és hallom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, érdekem ti létek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad számunkra, mi mennyi Atyánk ingyen kegyelemből, egyedül az ő szent fia, Jézus Krisztus életeméért. Amen. Pedig járuljunk a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szépen, de helyünket elfoglalva énekeljük először a 363. dicséretünk belsőjét. Szálljon most mennyből életet kenyere, és utána pedig a 757. dicséretet és a következő énekeket figyelünk a kijelzőre, illetve az orvagi.
keresztény testvérem, én szereztem írunk Jézus Krisztus az új szent vacsorát. Vigyeltek bele az apostolok, az egyházatják, a reformátor őseink, és így élhetünk vele most Isten kegyelmében mi is. Minek előtt elbocsántanám titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóban ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne hozhasson Istenem a szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Egyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerénységet, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsátott tényétek. Most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jöttek el nekünk fel szívünkbe, újra Istenhez. Adjunk hálát velünk az Örök egyenlőségéért, de képen. Hálát adom neked, mennyi Atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdettetted közöttünk a megváltó Úr életünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetet megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szent Élek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket. Az Úr Jézus Krisztusunk. Amen. Ennyit elfoglalva hallgassunk a hirdetést. Együtt érző szívvel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a mögöttünk levő héten kétszer is sabata mellett kellett megállnunk a feltámadás biztos reménységében. Amikor búcsút vettünk Nagy Emre Ferencnél született Lánczegény asszony testvérünkről, Isten kegyelméről 88 esztendőt érhetett. Ragadtal mellett Napi Zsoltán szakaszból 23. Zsoltán első verséből szólt az ige: az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Vagy másnap újra ragadtal mellett álltunk meg, amikor megköszöntünk Sokó Ferenc kedves testvérünk életét, hálát adtunk azért a 61 esztendőért, amelyet életet. Ragadtalan mellett a második korintusi levél 5. fejezetében verséből szólt az ige: hitben járunk, nem látásban. Isten mindazdalú szeretet áldjon a gyászoló családok minden tagjának. Életem, hogy új kenyér ünnepére, kenyérjár adományokból, a bor pedig még a gyülekezeti tagok adomány. Szeretettel köszönjük az előkészítő munkát is, Józikánunk, nekik Józsikánunkat is. Isten adja számunkra vissza az emberes életterejük sokszorosság. Életem, hogy az elmúlt napokban pucarábbi adományok érkeztek, Isten dicsőségére 2x 8000 forint, 3x 20000 forint, 2x 10000 forint, 5000 forint, 2000 forint, illetve egy ülekezeti újság kiadására 2000 forint adomány, Isten áldásra legyen az adakozó kedvestvére életén is, szeretnék életén is. Nem csak új kenyérért adunk hálát ezekben a napokban, hanem államalapításról is emlékezünk. Holnapi városi ünnepségre én is, illetve az egyházak képviselők is meghívást kaptak, megszokott rendben. Egy kenyérszentelésre, illetve áldáskérésre kerül a sor. Mi reformátusok is vegyünk részt ezen a városi ünnepségen, dolgoztunk az együtt, munkálkodáson és az egységen, és kérjük Isten áldását a városunkra, lakókra, életünkre. Holnapi ünnepnap lévén nem lesz a lelkész hivatalban ügyelet, tehát a többi napon, tehát a 20-án sem, majd a többi napokban intézik az ügyeinket. Hirdetem a kedves testvéreket, hogy jövő héten vasárnap nem leszünk itt, a nagycsaládosok egyesülete keretein között kaptunk nyert néhány nap pihenést, és pont úgy osztottak be bennünket, hogy egy vasárnap is beleesik. De talán sikerül nekem is eljutni a hallgatóként egy templomba, úgyhogy nem csak a pihenést várom, hanem azt is, hogy én is hallgassam Isten igéjét. Hát jó hirdetni, de jó bejönni valahova, csak egy inkognitóba, és részt venni valahol egy életében.
Úgyhogy gyerekek, majd belehúzom a rengedélyre, hogy oda érjünk, most állnak nincsen Isten tiszteletben, de nem arra, hogy volt ezen a életről ilyen. Palla Zsófia, tiszalőként lelkésznő érkezik közénk, és ő fogja hirdetni Isten igényét, fiatal lelkésznő, mosolyogva örömmel, és Isten igényével felvértezve. Úgyhogy fogadom, hogy szeretettel hallgassuk őt, imádom, hordozom a gyülekezetet, megköszönöm, ha ők is imádom, gondolnak majd ránk, és jövő héten, akkor mi jön, találkozom majd, hogy is hát az utána a következő vasárnap. Isten áldása legyen a mi is életünkön és gyülekezetünkön egyaránt. Árás Péter készülve a 293. dicséretünket énekeljük. 293. dicséretünket a végigvásével, így készüljön az Árás Péter. Népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa felé orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.